milyen komoly ez az étterem. Jó szép napot, jó napot kívánok. Megéheztünk. Jó szabad napot, most még? Ben. Van konyhájuk még? Van még konyhájuk. Tessenek helyet foglalni. Hú, nézd már azt a panorámat. Hát ez valami gyönyörű. A cseppkő. Most itt az a tó, ahol elő volt. Az a tó is nagyon szuper volt, ahol az előbb voltunk, de a hajt pont a mindjárt mögött. Mindjárt van egy ötletem, küldjünk apának egy selfit, hogy már mi itt dorbézolunk. Virág, és akkor ez, ez kell aláírni, ezt a te kontódra. Kékes! Így lesz, gyerekek, mindenből a legdrágábbat kérjétek, értitek? Jó. Győző nagyon foghíjas, garasos, és ez egy nagyon mélyen érint, ez nagyon mélyen fogja érinteni, de nem, hát annyira nem félek, mert hogyha Győző nem fogja kifizetni, hát akkor most ő fog leégni. Tehát itt mindenki előtt, az egész hotel előtt nem én fogok leégni, hát ki, ő hívott meg, ő foglalta le, ő miatta nem adta ki a szállodakulcsot, tulajdonképpen akkor ő neki kell kifizetni, és ha ő nem fizeti ki, hát akkor majd bemegy a konyhára, lemosogatja. Szeretném adni az étlapokat. Köszönjük. Jó, de jó, nézd már, hogy van elhelyezve ez étkezni. Én még nem is látom, hogy legyen elhelyezve. De jó, előételes. Mindenből, és a szobaszám, a szobához hozzá lehet iratni. Igen. Hát akkor mi ezt a szobához fogjuk. Hogyha ez az elképzelés, hogy valami szépet, jót, 5 napig itt vagyunk, 4 éjszaka, akkor, igen. Akkor én szívesen ajánlok is. Igen, hát előételnek talán egy bőszínkarpaccsót, édlelcsajtal, tökéletes. Igen. Utána egy szarvas gulyás talán. Én utána leves nem kérek, hanem valami főétel. Valami főétel, nem tudom, egy könnyű kis lazacfilé talán. Igyhagy belkapdrinket, kérünk egy üvegpecsküt. Ha bélszín volt, akkor bélszín legyen, az akkor drága. Bélszín, igen. Abból biztos nagy balhé lesz, hogy a többiek kikértek drága bor, drága pezsgő, drága ételeket, mert szerintem amúgy igazából annyira nem is szeretik ezeket az ételeket. Na mindegy, de ebből tuti nagy balhé lesz, már csak azért is, mert gondoljunk bele abba, hogyha valaki egy rezsi jegyzetet vezet, akkor, és abból balhé van, akkor mi lesz ebből a luxus étkezésből. Csak vizet a gyereknek. Csak vizet. Én inkább egy pezsgőre gondoltam. Igen. Krumpit hússal. Gyerek menni. Fél adagot. Fél adagot. Mindig lennie fél adagot. Jó. Persze, de ez elképesztő. És nagyon szeretnék a végén azt mondja, hogy egy olyat, hogy amit eszel. Én elhoztak gyerekek. A két az összeset. Hát én nekem nagyon finom volt minden. Nyomtam most egy amúgy felhozhattuk volna azt a bort, amit vettünk, azt a drágát. Mi az? Meg lesz estére még a vacsora, ahhoz az nem. Innen most egy prosecco, csak nem bírok prosecco inni. Hát akkor így a prosecco. Jó napot. Oh my god. Jó napot. Oh my god. Én vételek. Krisztián, kámfó. Kámfó. I'm shadow. Ti nem szégyelitek magatokat. Mi már kiléptünk a kint. Szervusz, welcome. Nem szégyelitek, welcome. Örülök. Csajé, az, hogy welcome, az még hagyja. 103.900 forintig mi az anyalmat tettetek? Mit tettek ezek? Avanyat? Ha mit tettek ezek? Avanyat ettek? Felháborító. Ezen már nem lehet nevetni, mosolyogni se lehet. Elmegyek, hogy jövő cukor. Héten gyarmatra, és beállodom a vállókört. Győzőként, el fogok tőled valami. Olyan cukor minden, és soha életedben nem osztál ilyen szuper helyre. Csaj, kis pénz, kis de a legvégén láttad a krumpli hússal fél adag. Ezt kikérte? Csapvíz. Én azt kérem, mosakodjon. Krisztián már tanult az eddigi konfliktusokból, és ő mindig odaáll, ahol az érdek van. Most jelen helyzetben édesapámnál volt az érdek, és ugye be is állt mellette, itt a kajánál ő csapvizet kért, meg féladagos kajákat. Hát Krisztián lehet így is játszani, de te jársz bórul.